A magyar kórházakban több szülészeti beavatkozás is csak az orvosok kényelmét szolgálja, ezt állítja a más állapotot a szülészetben mozgalom. Az a céljuk, hogy a káros és fájdalmas szülészeti gyakorlatokra fölhívják a figyelmet. A stúdióban itt van Rosszik Linda, a szervezet aktivistája. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Tényleg ennyire rossz a helyzet? Hát kétfelől közelíteném meg a kérdést. Az egyik, mi az elsősorban az anyák és a családok hangját figyeljük, és sajnos nagyon sok olyan beszámolót kapunk, a történetet olvasunk, amiben bizony csalódottan, fájdalmakkal, akár traumatikus élményekkel távoznak a családok, az édesanyák a kórházakból. A másik, amit tudunk, hogy sok olyan beavatkozás történik, ami a nemzetközi szakirodalmakba, külföldi, akár szülészeti szervezetek ajánlásai szerint nem ajánlott, vagy kifejezetten káros, és hogy ezeket még mindig napi szinten találhatjuk meg a szülészeti ellátórendszerben. Mondhatunk ezekre példákat, én azt gondolom, hogy mik azok, amik történnek, és máshogy kellene történni. Mi az, amit rossznak gondolnak? Hát a legfontosabb, legyen, hogy a legfontosabb az a bánásmód, tehát a tiszteletteljes bánásmód. Én azt gondolom, hogy abban minden jó érzésű ember egyetért, hogy egy kisbabát világra hozni, az egy hatalmas feladat, és aki ezt a feladatot elvégzi, ez a legjobbat értelmi, mind szakmailag, mind bánásmód és tisztelet szempontjából. Itt érzik a hiányosságokat esetleg? Ez egy nagyon fontos része, és tényleg sok kutatási adat arról számol be, hogy sokkal inkább az a mód, ahogy a szakemberek jelen vannak a kisbaba születésénél, az határozza meg leginkább a szülőnőknek az élményét. Mondok egy példát, például egy császármetszés mondjuk egy orvos számára egy napi rutin feladat, de annak a családnak, annak az édesanyának, az az egyetlen gyereke, aki éppen ott megszületik, és ha a műtét közben nem vele foglalkoznak, hanem akár az előző napi meccsről beszélgetnek, vagy akár csak nem is kell, hogy másról beszéljenek, lehet, hogy tényleg arról beszélnek, amiről ott szó van, de nem vonják be az édesanyát, akkor ő egy kicsit külső szemlélője marad a történéseknek. Tehát egy császármetszésnél is meg lehet azt tenni, hogy ők kicsit közvetítve az édesanyának, hogy ó, már látom a fejecskéjét, vagy milyen szép kisbabája van, gratulálok. Tehát néhány kedves szó, az nagyon sokat tud segíteni. Létezik Magyarországon egységes protokoll a kórházakban? Hát ez egy nagyon nagy hiányosság. Ugye a protokoll az a kórházaknak a saját belső működési rendje, és amiről mi nagyon sokat beszélünk, az a szakmai irányelv, ami pedig egy országosan egységes a szakkollégium által kidolgozott útmutató tulajdonképpen, és ez évek óta nincsen érvényes, illetve a fiziológiás, tehát a problémamentes szülésekre soha nem is volt. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy hiányosság, mert ez egy alapvető útmutató tud szolgálni a szakembereknek, és ezek nyilvános dokumentumok, tehát, hogy nyilván akkor a szülők számára is ez egy kapaszkodó lehet, hogy mire számítsanak. Úgyhogy azon, akkor a mozgalom célkitűzései között az is szerepel, hogy több mindenbe szólhassanak bele a kismamák. Gondolok itt ugye a császár, nem császár kérdés, hiszen van olyan kórház, ahol 50%-os ennek az aránya, van olyan, ahol akár 15%, vagy a fájdalomcsillapítók igény, és mi az, amiben szeretnének nagyobb szabadságot kapni? Hát ugye az egészségügyi törvényünk azt mondja, hogy a páciensnek joga van bármilyen ellátást visszautasítani, illetve bármilyen kezelést csak is az ő hozzájárulásával szabad, hogy elvégezzenek. Ez azért fontos, mert ő akkor tud aktívan részt venni. Erről már nagyon sok szakirodalom van szintén, hogyha a betegember aktív részese, együttműködő a gyógyulásában, akkor sokkal jobb eredményeket lehet elérni. És ez még akkor is, hogyha a döntő szót szakmai szempontból az orvosnak kell kimondania, hiszen ő ért ahhoz, hogy hogyan lehet gyógyítani. Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Tehát a döntő szót azt az orvos mondja meg, hogy ő szakmailag mit lát indokoltnak, de én nekem akkor is jogom van azt mondani, hogy ezt köszönöm, nem kérem, mindaddig, amíg nem veszélyeztetem a kisbabámat a jelenlegi magyarországi törvények szerint. Tehát azért van nagy probléma például a rutin gátmetszéssel, ami sok kórházban első kisbaba születésénél kötelező, mert hogy elmarad az a folyamat, ami egyébként minden beavatkozás
vállalkozásnál kötelező eleme lenne az ellátásnak, hogy mérlegeljük a kockázatokat, a hátrányokat, az előnyöket, mi történik, ha nem csináljuk, mi történik, ha később csináljuk, milyen egyéb alternatív megoldási módok vannak, ezt mindig abban az egyedi esetben kell mérlegelni. Ugye, ha ez elmarad... Kismama sok esetben nem is tudja azt, hogy ő mire igen. számítson, igen. vagy hogy mi az, amit kérhet, mi az, amiben beleszólhat, mi az, ami rutinszerű, mondjuk egy második gyereknél ez előfordulhat. Egyetlen a felvilágosítás az megtörténik előképpen? Hát ugye vannak sokféle szülésfelkészítő tanfolyam van, vannak a kórházaknak a szülésfelkészítő tanfolyamai, de nekünk az a tapasztalatunk, hogy az informált döntéshozatalra nem helyeznek olyan nagy hangsúlyt. Tehát az, hogy tényleg megértsék az édesanyák, hogy mi történik velük, hogy ne az legyen, hogy amikor beesnek a kórházba, vajudnak, az lenne a dolguk, hogy a testükre figyeljenek, arra figyeljenek, hogy a kisbabájuk megszülessenek, akkor eléjük tesznek egy 10 oldalas dokumentumot, hogy olvassa el és írja alá, ez nem túl reális. Tehát ezeket a dokumentumokat... Abban az élethelyzetben nincs, azt gondolom. Igen, és ez nem azért van, mert az édesanyja ne lenne magánál. Nagyon is magánál van, de nem az a dolga, hogy ő ott egy 10 oldalas hivatalos szöveget dolgozzon. Hát az előkészítésben ezeket előre oda lehetne adni, ezeket a dokumentumokat, és át lehetne beszélni. És még az is nagyon fontos, hogy ha én aláírok egy beleegyező nyilatkozatot, nekem akkor is bármikor jogom van azt mondani, hogy meggondoltam magam. Lehet, hogy aláírom, hogy bizonyos esetekben a burokrepesztés indokolt, de én azt gondolom ott helyben, hogy nekem most ezt mégse szeretném, hogy megcsinálják. Én is jól vagyok, a kisbabám is jól van, várjunk még. Tehát, hogy ez egy oda-vissza folyamatos beszélgetés. Számtalan kérdés lenne, ugye itt a magánorvos, fogadott orvos, stb. Szerintem innen folytatjuk legközelebb, mert ez egy újabb és hosszabb téma lesz.